Most olyan hosszú hetünk van, úgyhogy mindenre van időnk felkészülni, úgyhogy mi is várjuk most már a mérkőzést, most utolsó két napban még videózunk, a mérkőzések előtt is taktikát fogunk. Azért nagy újdonságot gondolom nem mutattak már egymásnak, hiszen rengeteget játszottatok idén. Mennyire könnyíti meg a dolgotokat, hogy gyakorlatilag kiismertétek egymást a szezon alatt, ha kiismertétek? Hát kiismertük egymást, én úgy gondolom, azért elég sok mérkőzést játszottunk már, de hát mindig egy ilyen mérkőzés az nagyon-nagyon kemény, és mindig nagyon fontos mind a két csapat számára, úgyhogy mi is most azért utazunk, hogy győzzünk. Hát most már el lehet mondani, hogy hosszú ideje sajnos ott nem tudtunk nyerni, úgyhogy most azért megyünk, hogy legalább ezt megdöntsük, és hogy tényleg nyerni menjünk. És a heti eredmények úgy alakultak, hogy nagyon kedvező helyzetben vagytok a bajnoki címet illetően, de még azért kellene egy pontot hozni a Fraditól. Ez mennyire van benne a fejetekben? Hát azért benne van a fejünkben, mert hazudnék, ha azt mondanám, hogy nincs, de minden mérkőzésre úgy megyünk, ha az Ferencváros, ha az utolsó csapat ellen játszunk, hogy 100%-ot akarunk nyújtani, úgyhogy most is úgy megyünk, mondom még egyszer, hogy nyerni megyünk, nyerni szeretnénk, és mindent bele fogunk adni.